Pokolgép, Irigy Hónaj, Mirigy Akela és a többiek. Ők lépnek fel a hétvégén a Földi Imre sportcsarnokban a Vental World turné szervezői szerint. Mindenféle jótékonysági koncertek vannak, szegény emberekért árvízkárosodtak és a többi, de a zene rajongókra, a rock rajongókra nem igazán gondoltak. Mi gondoltunk. És akkor gondoltunk egyet, és azt mondtuk, hogy összegyűjtjük az ország legjobb, meg külföldi zenekarokat is, és adunk egy minden évben, szeptember első hétvégén adunk egy koncertet, egy ajándékkoncertet. Bármilyen nagy zenekar, akár a Pokolgép, akit ismernek a rockerek, Pokolgép, Akela, most már az Irigy Hónaj Mirigy is visszatért a rock életbe. Úgyhogy ezek a zenekarok egy ingyen koncertet hálaként adnak a rajongók számára. És emellett, ami még egy nagyon fontos, problémás ügyet úgymond próbálunk támogatni, ugye mert nagyon sok rajongóhoz jut el a programunk, meg a zenénk, és ez idén az ADHD alapítvány. Az ADHD Magyarország alapítványa hiperaktív gyermekeket nevelő családokat segít. Egy kutatás szerint kb. 70 ezer ilyen gyerek él Magyarországon, és ezeknek a sorsát szeretnénk megsegíteni, és hát nagy örömünkre szolgált, hogy a Metal World Fest ezt felvállalta, és hogy nagyon szépen köszönjük, minden fórumon szeretnénk megköszönni ezt, és hogy mi ezeknek a gyerekeknek szeretnénk táboroztatni, vannak mindenféle szolgáltatásaink, nagyon sok minden, egy ilyen országos hálózat, amilyenk. Benne vagyunk az Európa ADHD-ba is, tehát egy ilyen teljes Európát átszelő programban is benne vagyunk. Lesz Pokolgép, Akela, Cool Head Clan, Junkies, és sok-sok zenekar. Igazából 22 zenekar, most nem sorolom fel minden banda nevét, de a Facebookon most már mindenki tudja, hogy ott lehet mindent megtalálni, a Metal War Festet keressenek rá, és akkor minden zenekar meg programot lesz. Ez egy turné sorozat, minden hónapban egy koncert valahol vidéken. És a végén pedig a szeptemberben, a Szeptember Fest terület, a Népligetben lesz a nagy fesztivál megtartva, az 3 napos és ingyenes lesz.